Egy sokkoló videóval próbálják a rendőrök felhívni a figyelmet arra, hogy milyen gyorsan és milyen kis hibákból történik sokszor egy-egy tragikus kimenetelű baleset. A Hajdú-Bihar megyei főkapitányság készítette a kisfilmet, amely mindössze másfél percben meséli el egy kisgyermekes család tragédiáját. Közben a szakemberek a megváltozott időjárási viszonyokra és az ilyenkor szükséges teendőkre hívják fel a figyelmet. A baleset megelőzési céllal készült kisfilm utolsó jelenetében egy halálos baleset helyszínén villan fel az autót vezető férfi telefonja, amint üzenete érkezik a feleségétől és kislányától. Sok baleset történik, ezek egy része tragikus kimenetelű, de valahogy az emberek inger küszöbét nem éri el, és szerettük volna megmutatni azt, hogy mi van tényleg a baleseti számok, a híradós tudósítások mögött, mi az, amivel nap mint nap esetlegesen találkoznak a helyszínelő kollégáim. A szakemberek azt várják, hogy ez a videó is segít abban, hogy kevesebb baleset történjen. Közben a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy már most érdemes felkészülni az őszre. Ha 7 Celsius fok alá csak a hőmérséklet, akkor téli gumit kell ugye alkalmazni. Na most itt is nézzük meg, hogy milyen régi az a téli gumi, mert azt szoktuk mondani, hogy ha nem is nagyon kopott, de már öreg, akkor azt ne használjuk, vegyünk, megéri, vegyünk újat. Ablaktörlő lapátokat vizsgáljuk meg, nézzük meg, ha megette, cseréljük ki. A gumiszervizek tapasztalatai szerint egyre többen figyelnek oda az abroncsokra. Egyre inkább használnak az emberek téli gumit, habár most nagyon divatba jött a 4 évfokos abroncsoknak a használata, talán a enyhe időjárás miatt is. A szakemberek szerint már érdemes időpontot kérni a szervizekben, hogy mire megérkezik a hideg, addigra minél több autón legyen megfelelő gumi.